Hatalmas sikere volt tavaly a december közepén megrendezett pályaorientációs kalandőrület nevű online vetélkedőnek. A játékot 2005-ben rendezte meg először a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Tamási Vályi Péter szakképzőiskola. A program során a szakképzés iránt érdeklődő 6 fős, 8. osztályos csapatoknak leleményes logikai feladatokat kellett megoldaniuk rendhagyó módon. Idén a versenyen 9 Tolna megyei és 1 Baranya megyei csapat vesz részt. A szervezők célja, hogy a verseny által népszerűsítsék a szakképzésbe rejlő lehetőségeket. Minden egyes csapat, 6 fős csapatok jelentkezhetnek, a saját lakókörnyezetében, illetve iskolai környezetében játszik. A csapatok nem tudnak sem egymásról, sem arról, hogy hány feladat áll előttük. A verseny reggel 8 és délután 6 óra között zajlik majd. A 6 fős csapatok a saját lakóhelyükön oldják meg majd a feladatokat, az eredményeket pedig az interneten küldik be a bíráknak. A verseny a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként valósul majd meg. A szervezők célja, hogy a szakmákat ezáltal tegyék népszerűvé a fiatalok számára, ezzel biztosítva a megfelelő szakember utánpótlást, ami által erősíthető Tolna megye gazdasága. A játék során izgalmas, tréfás, logikai feladatokat kell megoldaniuk, és minden egyes feladat megfejtésével közelebb jutnak a virtuális kincsesláda megtalálásához. A pályaválasztási kalandőrület nevű versenyre tehát szerdán reggel 8 és 6 óra között kerül majd sor. Az eseményekről pedig napközben folyamatosan beszámolunk televíziunk Facebook csatornáján.